Szép jó reggelt! Ismét egy kezdőknek való bemelegítő, tudásfelfrissítő tutorial. Az A10 beindítása alapvetően egy olyan Smerch Hunt nevezetű küldetést választottam ki, ahol nem adtam meg semmilyen fegyverzetet, hogy rakják fel először, vagy alapból azért, hogy rögtön demonstráljam is, hogyan is kell újra fegyverezni, illetve újra tölteni a benzintankot. Most a benzintank az, illetve hogy a... ha jól látom, bár mondjuk előbb még be kéne indítani ahhoz, hogy lássuk, az sem volt túl sok. Tehát a nafta is kevés volt, ha jól emlékszem. Minekután szeretnénk beszélgetni a földi személyzettel, a legegyszerűbben úgy tehetjük meg, hogyha nyitva marad a pilóta fülke ablaka, és az Alt A betűt megnyomjuk. Itt vannak előre definiált loadoutok is, amiket be lehet állítani. Itt van például egy, amit hidak lebombázására használunk, vagy legalábbis én. Long range, nagy területre ható sebzés, de egyesével is meg lehet neki mondani, hogy az AIM-9-em kell nekünk, a kap az mindig a gyakorló. Egy targeting pod, ide érdemes, minek után ugye úgy van, hogy minden egyes stationnek a párja a túloldalt van, és arra azonosokat lehet csak felrakni. Ergo a 9-esre például AGM-65D-t, ami azt jelenti, hogy a 3-asra is AGM-65D-t lehet rakni. Ide rakjunk egy jammert. Ez a kétfajta jammer pod van, az ALQ-131 és a 184. A kettő között a játékban nincs a különbség, a való életben is minimális. Annyi a különbség, hogy az egyik könnyebb, mint a másik. Itt most 18.932 kg, a másik pedig 18.842, tehát egy ilyen 100 kiló körüli különbség van. Ami fontos lehet, hogyha esetleg nagyon sok mindent viszünk, és egy kicsit könnyebbet akarunk kihozni a dologból. Most egy GBU-12-eseket tudok felrakni ide, lehet hármat is egyszerre. A GBU-12, a GBU-10, a 31 és a 38 az a laser guided. A többi az meg, hát a CBU is, de a BDU például Unguided, a Mark 82 és a 82R is, a többi az nem annyira lényeges. Rakjunk föl 12-eseket. Úgy, itt kiválaszthatjuk, hogy mennyi chaff és flare legyen betöltve, általában a default az 120-240. Az nekünk jó is, mennyi gun ammo legyen, milyen target practice, high explosive vagy combat mix. A combat mix ugye a felváltott 4 darab sima és egy explosive töltet, úgy van betöltve, és így ötösével váltakozik. És már meg is hallották, és töltik is fel majd nekünk. Na, indítsuk be a gépet, ezt a battery power-rel kezdjük, adunk neki kakaót, és az invertert standby-ba rakjuk. Be is lyukhatjuk a kanopit. Oxigénellátás jó, ha van. Majd az auxiliary power units, köszönjük, bekapcsolásával elkezd föltöltődni. Itt láthatóan pörög föl egészen 100-ig, és amikor 100%-on van, akkor lehet hasznosítani
az auxiliary power unitot, amire rakunk egy generátort. Majd a boost pumpokat bekapcsoljuk. Ez a ettől megy majd benzin a motorokhoz. Itt egyébként ezen a panelen látható, hogy mi az, ami még kell, vagy mi az, ami még nincs kész, esetleg, hogyha baj van, akkor mi az, ami elromlott. Jó. Gyakorlatilag a motort elkezdhetjük beindítani. Ezt az Alt és a jobb oldali Alt és a Home gombbal mindig egyesével. Itt látszik is, hogy a bal oldali throttle az egy kicsit előrébb van. Ez az off módból az idle-ba ment. Ezzel az előre tolásával történik meg az indítása a motornak, illetve ettől kezd el majd pörögni, itt látható is. Amire figyelni kell, ez szépen fölpörög egészen 60%-ig, és amikor 60%-on megáll, akkor mindennek normalizálódnia kell. Megnézzük, hogy működik-e a mutatónk, ami a üzemanyagtartályok telítettségét mutatja. Működik, nagyon jó. Indítsuk be a másik motort is. Azt a Control és a Home gombbal, jobb Control és a Home gombbal tehetjük meg. Már látszik is, hogy feltöltötték az állomásokat mindenféle jóval. Ha ez megvan, és pörög a motor, elkezd fölpörögni. Menet közben nyugodtan bekapcsolhatunk olyan dolgokat, amik majd később kellenek. Ez például a CDU. A két MFCD-t, felső állásba Antiskid, Taxi Lights, CQ, azad majd mindenféle energiát a MFCD-inknek, GTRS kell, Datalink, illetve a HUD-ot bekapcsoljuk, amikor is itt fönt följön az, hogy preflight bit check jöhet-e, erre azt mondjuk, hogy Enter, tehát Yes, és ez szépen leteszteli magának, hogy minden működik-e. Az Enhanced Attitude Controlhoz kell majd ez is, az Enhanced Attitude Control az az autópilóta. Ez szépen jobb gomb lenyomásával és egy kicsit tekergetéssel uncage-elni lehet. Bekapcsoljuk a targeting podot, a lézert és a master armot. Ezeket egyébként majd miután felszállt az ember, azután kell lenne, igazság szerint. Pull up. És Betty már beszélget is velünk, hogy altitude. Az altitúdunk alacsony. Működik-e? Nem talált semmi hibát, nagyon jó. Ebből Enterrel kilépünk, ezzel a rocker switch-el lemegyünk az exitig, és itt beállíthatjuk, hogy a 30 mm-es fegyverünk milyen magasságban kezdjen el működni. Az ammo type lehet high explosive, target practice vagy combat mix, ugyanúgy, ahogy ugye az előbb kiválasztottuk az újratöltésnél a földi személyzet számára, hogy mit szeretnénk, ezt itt is beállíthatjuk, hogy a valóságot mutassa. Ha ezt a képernyőt betöltötte, akkor mondhatunk neki egy load alt, ez betölt majd mindenféle útvonalat, a data source management oldalakat, TGP-t, stb. Ezzel mindjárt foglalkozunk, amíg vissza nem térnek ide a kis pöttyök mellé, addig tölt. Azzal békén is lehet hagyni. Nos, megnézzük, hogy mi van még. Pitch jó. Jó control, pitch control. Takeoff trim. És itt ez a flap settinget nyugodtan be is állíthatjuk már. Itt lehet látni, hogy 10 fokig lement. Be is állíthatjuk felszállás módba. Mirek után minden működik, minden jól fut. Na, ez be is töltött. 60%-on van mind a két motor.
tökéletes, ki is kapcsolhatjuk az aput, de előbb be kell kapcsolni a generátorokat. Innentől kezdve már le is kapcsoljuk az aput. Innentől kezdve már maga a motor lát el minket energiával. A Tactical Awareness Display-t kiválasztva, ez a térkép, csak sajnos ezen a mapon, vagy ezen a missionen egyet ki kell zoomolni, hogy látszódjon a térkép is. Ott vagyunk mi. Nagyon jó. Átmegyünk a CDU-ra, és ez egész konkrétan ennek a teljes mása. Tehát itt, ha a CDU oldalt itt kiválasztom, az USB akármennyivel, akkor a teljes egészében azt látom, amit itt. Ami azért jó, mert hogyha túl sok mindenre kell figyelni, akkor nem kell lenézegetni folyamatosan. A HUD-ot teszt módból berakhatjuk bekapcsolt módba, és már is felsejlik az, amit általában szoktunk látni egy-egy ilyen repülő HUD-ján. Most a navigációs rendszer elájnolódik, tér magához úgymond. Ezt egészen addig csinálja, amíg ez a két szám itt, ez 4008 nem lesz, most 39 és most kész is, villogással jelzi, hogy betöltött. Átkapcsoljuk navigációra, és itt az EGI navigációt választjuk ki, és eltűnt a navigáció hiányát jelző fény is, majd egy altimétert és egy Enhanced Attitude Control-t is bekapcsolunk. És ezzel kész is van nagyjából a betöltése a repülőnek. Még itt be lehet állítani ez a countermeasure system, az amivel a rakétákat elhárítjuk. Itt látszik, hogy éppen mennyi chaff és flare-ünk van, aktíve vagy nem, illetve hogy milyen jammer funkciót lát el éppen a jammer. Na. Még egyetlen egy dolog van, a rádió, ami nagyon fontos. A function dial-t itt mainre állítjuk, vagy egy jobb klik. Ezt a frequency mode dial-t presetre. Ez az AM rádió, ez a UHF rádió, ez meg az FM rádió. Mind a kettőt transceive-re, transmit receive-re állítjuk, és megnézzük, hogy Flight 251, akkor gyakorlatilag defaultban van a... Ez Batumi? Hol vagyok? Azt hiszem, hogy Batumin vagyok. Nem. Na mindegy. Kérjünk engedélyt. ATCs. One. Request taxi to runway. Bezlánon vagyunk ezek szerint, mindig egy ilyen kettő darab kicsi. Automata rádión vagyok, tehát az beállításaimnál látszik is, hogy amikor megnyomom az Ü betűt, azzal kommunikálunk a mindenféle emberkékkel. És amikor automata beállításom van, akkor ő ezt automatikusan beállítja. Lehet manuális módban is, csak hát az sok szarakodás, már elnézést azzal, hogy itt pontosan melyik frekvenciát kell kiválasztani, meg ilyesmi. Azzal nem nagyon szoktam foglalkozni. Viszont megkaptuk az engedélyt, hogy oda taxizzunk. Akkor most már csak egyetlen egy dolog van, illetve hát már megcsináltam. De a Nose Wheel Steering gombot megnyomjuk. Ezáltal a kereket tudjuk mozgatni. És nagyjából ennyi is. A következő rész az maga a felszállás. Menjünk is. Picigelsz, picigelsz. Nyugodtan fékezgethetünk, ha akarunk. Most nem fogok finomkodni, és nem követem a fehér csíkot. Még amit, hogyha szeretnénk, én hogyha nem vagyok multiplayer mappen, vagy missionen, akkor nem nagyon szoktam,
mert nem látom értelmét. De a Hotas Pinkish Switch-et hátraállítva be lehet kapcsolni a Collision Light-ot, illetve a Position Light-okat. Ez a pici zöld és fehér villogó fény a gép szárnyán. Kérünk engedélyt a felszállásra, majd ha odaértünk a kifutópályához. A kifutópályán érdemes megállni előtte, és ott kérni a felszállási engedélyt, különben közölni fogja velünk, hogy nem tudunk felszállni, mert már rajta van valaki a kifutópályán, mi. De ez nem érdekes. Request takeoff. Ráfordulunk a kifutópályára. Normális esetben, ha ketten vagyunk mondjuk multiplayer szerveren, akkor a másik is ide áll mellénk, és nem a középről szállunk fel, de az AI sajnos ilyet nem tud. Úgyhogy a fékeket benyomva tartva 50%-ig először fölnyomjuk a fordulatszámot, majd 80-ig, kiengedjük a fékeket, és elindulunk, és teljes gáz. Apró finom mozdulatokkal lehet a helyes irányba noszogatni a gépet, és amikor itt ez a szám elhagyja az 50-et, és elkezd mozogni fölfelé, akkor ki lehet kapcsolni a nose wheel steeringet, hogy ne verjük szét az egészet. Sajnos nem a jó irányba mentem el, úgyhogy nagyon gyorsan föl kell szállnom. Fölhúzzuk a flapeket. Meg a kerekeket. És amikor ez megtörtént, már repülünk is. Mindjárt a társunk is felszáll. Itt van, ez az, amit még nem kapcsoltam be, a Gunarm mód, az, hogy a maga 30 mm-es gépágyú az elején működjön is. Most éppen középen van, safe módban, ennek három állása van. Lefelé, ez pack nélkül, tehát segítés nélkül, fölfelé, ez meg pack-kel. Mindjárt meg is mutatom. A pack az annyit csinál, hogy amikor valahova kijelöltük a gépágyút, és megnyomjuk a pack, illetve a trigger első stage-ét, akkor ott tartja az orrát, legalábbis megpróbálja. Tehát most elpróbálom felhúzni, és visszanyomja. Visszanyomja ugyan, nagyjából ugyanoda. Ez azért jó, mert a repülő elég durván hajlandó eltérni az iránytól, hogyha nem arra, illetve hogyha nem tartunk ellen neki, amikor lövünk a 30 mm-essel. Tusk 3-1, this is Chaos. Smirch launch reported at MERS. 3-8, Tango, Mike, November. Aktív póz. 4-1-1, funkció 3, és waypointot kiválasztjuk. MERS koordinátákat adott meg, itt ezzel a MERX-el átmehetünk, vagy ezzel a gombbal átmentünk MERX koordinátákba, és vagy fönt, vagy lent megadhatjuk, hogy Mike November 411, a többire nem emlékszem, nem baj. Szóval megadhatjuk ott azt a koordinátát, érdemes vagy leírni, vagy megállítani addig. Én speciál pontosan tudom, hogy itt a második waypoint lesz az, ahol a Smirch éppen tartózkodik. Úgyhogy átállítottam flight planre a steer pointot.
A flight plan és a mission között az a különbség, hogy a flight plan előre be van töltve, illetve hát ez majd egy másik tutorial van esetleg. Itt létre lehet hozni saját flight planeket. A missionben viszont saját waypointokat lehet létrehozni. Itt látszik is, hogy ha missionre van állítva, nem nincsenek összekötve a pontok. Most átállítom, visszaállítom flight planre, és megvan, hogy merre megyünk, milyen útvonalon, stb. Flight planbe megadjuk a koordinátákat, és utána mission módban tudjuk kiválasztani a HUD szól, hogy pontosan melyik waypointhoz szeretnénk eljutni. A HUD-on kis nyilacska, illetve egy vonal mutatja, hogy a mi helyzetünkhöz képest hol van az, ahova szeretnénk eljutni. Ha minden igaz, az Air to Ground módra kiválasztva a targeting podunkat tudjuk is nézni, hogy hova mutat. Egy China Head Forward hosszan lenyomásával oda is zoomol, ahova szeretnénk nézni. És ha már feltöltöttünk, visszavehetünk a sebességből nyugodtan. Ha már feltöltöttünk egy-két bombát, nézzük is meg, hogy hogyan működik a CCRP GBU-12-es Laser Guided fegyver. Meg kell keresni előbb, hogy hol van a Smerch. Ott is van. Ott látom a hidat. Azt hiszem, hogy ott van az alatt. Igen. Ja nem, ez egy épület. Hopp! Ott az indítás. Jó. Az Enhanced Attitude Control, vagyis autópilóta üzemmód három részből áll. Egy Path, kettő Altitude és Heading, három Altitude. Ha előrefele van nyomva, én ezt most beállítom Altitude-ra, és megyünk körbe párat. Ha előrefele áll, így, akkor csak az irányt tartja, tehát a magasságot nem, mehetsz föl le, ahogy szeretnél. Ha középen van, akkor irányt és magasságot, ha hátul, akkor csak magasságot, ergo nyugodtan körözhetsz így, amíg mondjuk megadják neked a koordinátákat, vagy megnézel valamit, beállítasz valamit, stb. Egy TMS forward short-tal átállítjuk point track módba a targeting podunkat, és egy TMS up long-gal meg is mondjuk neki majd, ha látunk valamit a saját szárnyunktól, hogy oda szeretnénk majd ledobni a bombát, az létrehozunk egy speed. Nos, konfiguráljuk előbb a Data Stores Management oldalon, hogy mit is szeretnénk csinálni. A GBU 12-eseket kiválasztva, vagy egyesével itt, vagy ugye a HUD szól, akkor a DMS jobbra és balra gombokkal lehet válogatni az éppen aktuális fegyverek között. Menjünk bele a profilba. Most nincs aktív, nem ez az aktív profil, de hogyha éppen több fajta bombánk van, akkor ebből az aktív profil beállításával tudjuk kiválasztani, hogy az összes létező, mert nem mindig így van. Most van két üres helyen, például itt, illetve egy, meg itt. Tehát a 6-os és a 2-es pylonom az üres, de hogyha azon is lenne mondjuk GBU, akkor azokat is tudnám konfigurálni egyszerre. Bemegyünk a View Control, vagy View Profile-ba, és itt mondja is, hogy CCIP a default beállítás. Ez nekünk nem jó, mert CCRP-t használ a GBU 12. Változtassuk meg, hogy az Auto Laze, az Laser Auto Fire, az legyen-e, vagy mi csináljuk. Az a jó, hogyha van, mert akkor nincs sok dolgunk, illetve akkor tudunk manőverezni, ha esetleg éppen arra van szükség.
írjuk be, hogy 10, és ide a lace time-hoz nyomjuk be, hogy 10 másodpercig szeretnénk, hogyha a lézer megfesteni a célt, mielőtt eltalálja. Ez úgy működik, hogy amikor kioldom a bombát, akkor elkezd zuhanni. És a becsapódás előtt, vagy becsapódástól visszafelé számított 10 másodpercig fogja festeni a célpontot, és a 10 másodperc elteltével be fog csapódni, addig irányítja. Ez lehet 15, 20, 30 másodperc, és attól függően, hogy milyen magasról dobjuk ki a bombát. No, vegyük ki autópilótából, menjünk egy kicsit magasabbra, és automatikusan ki is választotta, hogy CCRP, és látjuk is itt a CCRP reticle-t. A vonal egymáson kell, hogy legyen. A számocska azt mutatja, hogy mennyi idő múlva kell megnyomnunk a gombot. Körülbelül 8-10 másodperctől kezdve már lehet is nyomni a Master Weapon Release button-t. Nagyjából jó is. És amikor elhagyja a nullát, akkor egy ilyen villogással jelzi, hogy elhagyta a pylont a bomba. Zuhan is. És látjuk is, hogy az L betű ez azt jelenti, hogy éppen festi a célt. Itt alul látszódik, hogy mennyi idő múlva csapódik be. 1-0, remélem egész, elég magasan voltam. Nem, de eltalálta éppen hogy. Egy kicsit magasabbról kellett volna ledobnom valószínűleg. De a lényeg az, hogy eltaláltam. Tusk 3-1, this is Chaos. Unit confirmed destroyed. Contact JTAC Warrior on VHF. Ez most 6000 ma. Jó. Ez most 6000 láb magasságból volt. Na. Ja, visszaállítottam. Igen, erre például érdemes figyelni. Visszaállítottam magassági és útvonaltartásba az autópilóta, ezért nem aktiválódott. Nos, a következő kör majd legyen az unguided. Annyit még, hogy lehet úgy is csinálni, hogy az inventory-ban, igen, tehát itt van az inventory, ahol mindenféle dolgot tudunk beállítani ezeknek a bombáknak viselkedését, setupját, stb. GBU 12-est kiválasztjuk, ugye az van betöltve. Itt a lézerkód most az, ami fontos számunkra. Ez az, ami meghatározza, hogy kinek a lézerét nézze is. Ugye a célpontunkat megfesti, betáplálja a bombába, hogy ez legyen a lézerkód. Ezt a lézerkódot átírhatjuk bármi másra, amire szeretnénk. És ha valaki másnak kellene segíteni, úgymond buddy lészelni, akkor ezt a kódot kell átírni. És a mi targeting podunkból dobhatja ő ki majd, illetve mi festjük majd meg a célpontot az ő számára. Ilyenkor azt hiszem, hogy mind a két embernek le kell nyomba tartani a nose wheel steering button-t. Ja igen, miért kell? Azért kell, mert lehet olyat is csinálni, hogy az autolészt kikapcsolom. Ilyenkor viszont ugyanúgy lace time-ot be kell állítanom, viszont a lacing, tehát maga az, hogy megfestem a célt, az az én dolgom. Tehát a nose wheel steering gombbal, azt hiszem, hogy alapból az insert, én már rég átállítottam, a nose wheel steering gombbal lehet elindítani a célpont megfestését. Érdemes 12-15 másodpercre állítani, és érdemes egy kicsit előbb elkezdeni nyomni. Ha kérdés van továbbra is, kommentekben nagyon szívesen.